Egy hiány az 50. rész, azaz a 49. rész, mióta kint van a Next Update. Úgy néz ki, hogy vége. Vége lesz itt az Ala Feature 3-as kalandoknak, és hamarosan a DLC-be fogunk belevágni. Már nincs sok küldetés hátra. A játék jelenleg, srácok, 71%-on áll, és egy hét... Hoppá. Ja, igen, szóval, hogy 1, 2, 3, 4, 5 küldetés van hátra. Ezeket fogjuk most megcsinálni. A lezárás. The King of the Wild Hunt sailed aboard the Naglfare, a giant longship that traveled between worlds. As Gels had advised, the Witcher set out to find the Sunstone, an artifact needed to draw Eredin into a trap. Így van, Eredint akarjuk csapdába csalni. A napkő már megvan, felkészültünk Skellige. Megtaláltuk Avalak titkos laboratóriumát is. Segítettünk Yennek és Trissnek kiszabadítani a varázslónőket. Úgyhogy... mondhatni már minden készen áll. Ja, éppen a napkövet szereztük meg, jöttünk innen a barlangból. Az utolsó kettő Skellige kérdőjel is most már meglett, úgyhogy most már egy darab Skellige kérdőjelünk nincsen. Gyorsan visszamegyünk Kertról, de kikötőjébe. És akkor befejezzük a harci előkészületek küldetést. Tudatjuk Avalakkal, hogy minden készen áll. Kíváncsi vagyok, hogy mit fog arra reagálni, hogy benéztünk a kis barlangjába. Nem, még mindig a Kermoráni csatárőt toporgok, de ma elkezdem. Hajrá! Kemény lesz. Nekem nagyon kemény volt. I never doubted you would. But why did you? You might have just asked me. To hear you reveal all about your experiments with the Elder Blood gene? Unlikely. I've hidden nothing that could be useful in our struggle. Nem titkoltál semmi, ami hasznos lett volna Eredin ellen. You're all aware Ciri is exceptional. I am alone only in knowing to what extent. Or maybe you're just obsessed with her. I'm obsessed. Yennefer szerint az ősi vér megszállottja lett Avalak. Jó. Yes, Geralt? Mondjuk használjuk ezt a napkövet, akkor mi lesz? Once we use the Sunstone, what makes you think Eredin won't figure things out? I doubt he'll think the elves of the White Fleet suddenly long to see him. We can alter the signal. Megváltoztathatjuk a jelet, amit a nap kibocsát. Nem valószínű, hogy Eredin felismeri a forrást. Nem ez az egyetlen erekje. Great. Now mind telling me why I had to scour Skellige looking for this one. The Sunstone was the easiest to find. A napkövet volt a legegyszerűbb megtalálni. De fura, nagyon fura ez a transition, amit itt Avalaknál mutat a játék. Jártam a laboratóriumodban. Went by your laboratory. I trust you did not make a mess. Á, nem. Didn't mention you were the NL elves chief source of knowledge about Ciri's abilities. I didn't mention many things. Fortunately, they're no longer important. Your experiments with the gene, elder blood, that's not important. I pursued those studies to protect Ciri. Azért végzett tanulmányokat, hogy megóvja Cirit. És Lara Doran vérét. Találkoztam valakivel a laborodban. Ran into someone at your lab. Did you know? A she-elf.
claimed you hate Ciri. Tűnt, de nővel, aki azt mondta, hogy gyűlölet. So how's that fit you trying to protect her, whatever the cost? Not at all. You don't really expect me to confess my feelings to you, do you? Hmm. Oké. Okay. Minden készen áll. Mehetünk Undvikra. We found the Sunstone. Gelban's gift to Dillion of the White Fleet. As legend has it, she never used the stone and Gelban died of sorrow. Won't keep Eredin waiting that long. It seems we've everything. We can go. Keep in mind, once we commit, there'll be no returning. Mindent elintéztem, tőlem mehetünk. Megnézem, hogy mit mondom ugye erre a guide, de szerintem az, hogy mehetünk. Ja, mennyi. I'm ready. High time we set sail. Undvik awaits. In that case, let's go. Már csak 4 küldetés, srácok. You will position yourselves on the cliffs. Here, here, and... Thank you. I believe we know how to form a circle. Even those of us who lack eyes for the moment. I simply wish to avoid... Oh, Geralt. We were waiting for you. Már vártak rám. Igazán úgy néz ki, nélkülem is elkezdtétek. Okay. Really? Seems to me you'd started already. We were discussing természetű kérdésekről beszélgetünk, ezek alig ha érdekelnek téged. Persze, mert én csak egy egyszerű Witcher vagyok. Az egyszerűségnek is megvan a maga bája, mondja Yennefer. Mondhatunk, hogy elmagyarázod a tervet. Egyszerű, de nem könnyű. If Caranthia answers the call, the Naglfare should appear in the bay shortly afterwards. The Lodge must then prevent the ship from returning to the world of the NL, while the Imperial fleet blocks its escape by sea. The 7th Imlet's Infantry Regiment under Duke Archer must then board it, with your help, naturally. A császár nem fukarkodik. Wow, Emir is being generous with his resources. He's halted his entire Skellige campaign to help us. A Skellige hadjáratot is megállította. He's doing it for the same reason we all are. Ladies and gentlemen, less talk, more action, please. Sisters, we must scale the cliffs. Good luck. Plan's missing one important element. What about Ciri? Mi a helyzet Ciri-vel? Cyril will wait. Ciri vállalkozik a Naglfártól biztonságos távolságban. Biztos ezt fogja tenni. Biztos. Gondolom ez nem Ciri ötlete volt. Wild guess. Not what you had in mind. No. Én veled akartam menni, ez volt az én ötletem. But I won't allow it. Far too great a risk. Semmi jogot parancsokat adni nekem. Don't have the right to order her around. Amusing. Cyril ugyanezt mondta, csak sokkal hangosabban. I do in fact have this right. For only I know how to activate the Sunstone, which I shall do on my terms. Tehát vagy életet leáll a napkőbe, és elfogadják, hogy Ciri itt marad, vagy nem leáll életet a napkőbe. I have no doubt you'll do the same. Cyril, do you swear to stay on shore? Do I have a choice? A zsarolós mindenit. For a walk, or is that not allowed either? Because I could break my leg. Sétálni vagy, az sem szabad, mert eltöröm a lábam. Oh yes.
Az ősi vér néha nagyon heves. Szia, Kingsbenz! Az indulatosságot az apjától örökölte. Gets that from her father. I beg to differ. Emir is a pragmatist. Gyakorlatilag Ciri idealista. An idealist? What are you talking about? Never mind. Time is short. If you wish to do something, brew your substances or whatnot, do it now. You won't get the chance later. I shall await you by the boats, amongst the soldiers. Jó. Igazából megisszuk a potit, azt ennyi. Yen, why are you Yen, here? Miért vagy itt? Hozzád jöttem. Something happened. Történt valami? Not yet. Még nem, de hamarosan történhet. Lehet, hogy nem bírjuk ezt túl. Sőt, elég rosszak az esélyeink. Igazán dolgok rosszra fordulhatnak. Well, we are here to battle Eredin and the Wild Hunt at full strength. Could be like Lehet olyan lesz, mint Sodan, vagy még rosszabb. Sodannél semmi se lehet rosszabb. Ha ennek vége, ha túléljük, el akarok menni messze innen, és szeretném, ha velem jönnél. Where? Hová? Wherever. Akárhová, Hovisba, a Sárkányhegyen túl, Zerikániába akár. Amilyen messze csak lehet menni a politikától, cselszövéstől és az úgynevezett felsőbb körtől. Ott hagyod a politikát? Eljön ez a nap. You dropping plots and politics for good? You're in your element in that world. It's your life. Ideje új életet kezdenem. Hiszem, ha látom, még most is nyaki benne vagy. Igen, de csak, hogy rendbe hozzam a dolgokat, hogy úgy vonulassak vissza, hogy még én vagyok a nyerekben. És aztán mi lesz? Egy kis fél első kunyó virágos kertel, amit gondozhatunk. Miért nem? Ha az az álmod? Együtt indulunk neki, oda megyünk, ahová akarunk. Tesszük, amihez csak kedvünk szottyam. Szóval velem jössz? Túl szépnek hangzik? Hát persze, hogy megyek! Veled bárhová elmennék. Pont ezt a választ reméltem. Menj, Geralt! Avalak vár! És ne lesz meg magad, Vichar. Egy újabb ending. Egy újabb ending. Hú! Egyszer minden történet, még a leghosszabb eposz is véget ér, és most ez is a lezárásához érkezett. Geralt és barátai megszerezték a napkövet, és gondoskodtak Fringilla Vigo segítségéről is. Más szóval, a felkészülés hosszú és vesződésekkel teli folyamata lezárult. Minden a helyére került. A vadak elleni utolsó csatához. Már csak annyi maradt hátra, hogy Undik partjaihoz szólítsák a Naglfart. Egyenesen a csapdába, amit állítottak neki. Let's go! Na várjunk. Itt meg tudunk nézni dolgokat. Hát van valahol egy terület, ahol Cirit lehet látni.
Van egy terület, ahol Ciri gyakorol. Azt nem tudom, hogy azt meg tudjuk-e találni. Igen. Így domáltunk. Ciri valahova elment sétálni. De hova? Hát lehet nem találjuk meg Cirit. Go behind the area to see Ciri. De milyen area mögé menjek? Hát az ott nem Ciri. Hát szerintem erre már nem lesz. Ját, nem tudom, hogy mire gondolattak, srácok. Nincs hozzá még sajnos videó sem mellékelvám. De még oda fel tudunk menni, hát ha. Az még egy opció lehet. Sikerült. Úgy tűnik, jól haladsz. Lassan, de folyamatosan előre. Na, király. Ez valami Jedi trükk lesz. Gyakorol. Épp Padawan. So, Geralt. Ready? Még van egy dolog. Még van egy dolog. But don't dawdle excessively. Még van egy dolog, amit el kell intézzünk.
Hát elvileg, hogyha nagyon sokat sétálok, akkor nagyon jó lesz nekem. Igen, de hol ez a loot? 125 lépésre. Akkor lehet, hogy ott van valahol. Aha. Úgy néz ki, srácok, hogy itt van valami loot. Hát ja, csak hogyha erre gondoltak, akkor én ezt megkilótaltam. Pedig ez van amúgy itt a listán. Oké. Okay. Igen, amúgy ezt írták. Hát ezt már sokkal hamarabb ki lehetett lootalni. Ja, ja. Én ezt megkilótaltam. Amikor speakerug felfedezését csináltok, akkor én ezt a ládát megkilótaltam. Végig Jáncás a során nagyon megtetszett a történet, így már egy ideje meg szeretném kérdezni, hogyha érdekel a történet, akkor nézzem meg a sorozatot, vagy inkább vegye meg a játékot. Esetleg a titkos harmadik opció a vodok megnézése, ahol extránként van így kommentár is. Szerintem a legtutibb Darth Vader, ha opció persze, könyvek, játék, sorozat. És valahova pedig beilleszted a Yantar streameket, amelyik neked, vagy a játék helyére, amelyik neked kényelmesebb. De én a könyveket ajánlom elsőként. És a sorozatot utolsónak. So, Geralt. Ready? Ja, és a Vezemires animét azt meg bármikor, az nagyon jó. Let's get these bastards. With pleasure, Geralt. With pleasure. Szíves örömest. Neked adom a szívemet. Ez meg miféle varázslat? Ez egy régi szerelmes levél. Őszintén. Sose gondoltam volna, hogy ilyesmit mondanék Eredinnek. Jó volt a Ciri meglesés? Ugye? Szemáz. Tünde csecsebecse működik. They approach. Közelednek. Szevasz, Madari!
Pirítós volt a májkrémmel. Meg Mila hagymával. Ez volt a menő. Aizio! Gale buane! Zátonyra futottak a Nilfgaardiak, ahogy látom. Kövess, a Nagelfár közel lesz. Igen, az aranygyermek garantír. Silence. Csend, teljesen mozdulatlan. It's a trap. Ez egy csapda. We must flee. Menekülnünk kell most. Not this time. You are not ready. You do not control your powers. I'll manage. Siri. Get out of my way. Siri. The ice. A jég, varázslat. Találd meg a mágust, aki létrehozta, és pusztítsd el a botját. Nem állott meg a botjánál. Miért vagyok ott elől? Ez most mi? Ez olyan furán néz ki. Teleportálós mindenedet. Gyorsan a botját! Botját, Siri! Az gond. Majdnem, Cyril, majdnem. Hoppá! Beled bétálva. Witcher, legyen hát, végezzük ezt be.
Elment fölöttem. Na gyere! Az... Oh, micsoda! Nem volt rajtam shield. Ok. Oké. Okay. Na, tehát taktika alá rakjuk a cuccot. De ne fussál, Geralt! Geralt! Édes Istenem! Hát ezt amúgy már kb. Lehetne előről kezdeni. Az nem jó. Nem látom, hogy hol van, jó. Meg tudja ölni a saját elementáját? Let's dance. You cannot win. Even should you kill me. Jó, ölj meg. Az a biztos. Na. Na. Nézzem, most már nem akar megölni. Show me what you got. Na! Na szóval... Gyorsan át kell buildálnunk magunkat. Azt ugye ki tudjuk venni. És akkor most jött az, hogy lelassul az lelassul az idő. Ez nem tudom amúgy mennyire fog működni, megnézzük. Jó. Hát ez nem lesz jó. Ez nem lesz jó, az a helyzet. Na.
Tehát ez a... lelassul az idő, ez nem segít rajtunk. A széles hát meg olyat tudunk csinálni, hogy amúgy eldobálunk pár cuccot. Eldob. Jó, és akkor most nem kell a széles hát. Az a gond, hogy ezt megint meg kell majd csinálnunk, hogyha nem válik be a build. Inni jelerő. Csökken a páncélérték. De lehetne healing poti, csak ugye nincsen. Tehát, hogy lehetnem. Csak párlatokat használok. Kemény. Jaj, de jó. Az a gond, tényleg nem tudunk menteni. Szerintem amúgy ez jó lesz. Ez az irány. Thank you.
Köszi, köszi. Szevasz, Naomer, szevasztok, srácok. Ez a fénykard? Ja. Aha, most ezzel megpróbált megölni az utolsó leheletével, úgymond. Juss fel a Nagelfar fedélzetére. De így, ha én oda akarok nézni, és bezártam nektek a portát. Jár már. Hát gondolom jó fele megyünk. Félre az utamból kurafik. Krakenkrét. Utolsó szavak, pofa, be is harcolj! Nagyon menő a pallos amúgy. És ahogy beállítja magát pózba. Witcher, reméltem, hogy eljössz. Valamit el kell mondanom, de majd utána teszem. Miközben kimúlsz.
Hogy megnézte közben, hogy jól állította be a kardot. Azért nem sebzett rajta sokat, mert már fézváltás jött. Azt gond. Get out of here. Hát gondoltam, át lehet rajta majd gurulni. Nem lehet rajta átgurulni. Jézus! Jó. Jaj.
nem jó! Ez jobban ment, mint karantén, igen. Karantén ugye jégból meg kell próbált megolni minket. Azt mondtad valamit, el akarsz mondani? A valak minket próbáltat. Egymás ellen használt fel bennünket, ő pedig megszokott Cirillával. Nem hiszem. Karantén, aha. Köszi, srácok. Hav Karen, megkaptuk. Azt hittem, tudod, hogy hol van Siri. Csak annyit tudok, hogy Avalak elárulhatott minket. Ez egy vihar? Geralt, nézd! Szervusz, Lemon. Átkozottul nehezemre esik elhinni. Megnyílt a világok közötti kapu. El kell élnünk a tornyot gyorsan, a valakot meg kell állítani, amíg ez visszafordítható még. Most mi lesz? Ha ijedünk a könyveknek, a természet törvényei többé nem érvényesek.
A nehézkedés az idő, Undvik az egész a feje tetejére áll. Ugye most túlzol a nagyobb hatás kedvéért? Kicsit sem. Megkezdődött a szférák együttállása, a világok egymás mellett állnak, egymásba érnek. A valaki ezt felhasználhatja, hogy az NL-t áthozza, vagy ami sokkal rosszabb. Hogy tudok ilyen gyorsan váltani spellek között? Van egy ilyen cuccit, hogy alternatív Witcher valahol itt. Opa. Alternatív akármi. Itt van. Nem ez az. Van valahol egy olyan, hogy alternatív jelezés, és akkor elnyomom az R2-t, és utána pedig válogatok, hogy milyen jelet akarok nyomni, és nem a gyors választóról választom ki. Ezt a Next Gen Update-be hozták be, hogyha minden igaz. Legalább tudjuk, hogy hol van Siri. Kövess és légy óvatos. Annyit csinálunk, hogy... Ha most akarod megtanulni így a játék végén, nem biztos, hogy jó ötlet amúgy. Mert hogy nehéz átszokni. Ciri-re kell összpontosítanunk. Ugyanazt akarja, amit Eredin. Arra használja, hogy kaput nyisson a világok között. És akkor ez volt a vékony jégen. Gyorsan elolvassuk, srácok. Papíron mutat minden terv a legjobban. Most sem volt ez másképp. Habár minden egyes kis részletről gondoskodtak, hőseinkre még így is számos váratlan veszedelem és nehéz pillanat várt. A legjobb Nilfgaardi katonák melléjük rendelt különítménye még azelőtt jégbe fagyott, hogy feljuthatott volna a Naglfar fedélzetére. Ciri, akinek ki kellett volna maradni az összecsapásból, kénytelen volt belevetni magát a verekedésbe, hogy megmentse Geráltot. Eközben a dicsőségre vágyó félemet nem ismerő, vagy ahogy egyesek mondanák, eszüket vesztett, Skellige-ek rontottak ki az öbölből összemérni az erejüket a vadak lovasaival, és a birodalmi flottával is. Egyszerre! Mindeme bogyodalmak ellenére végül a szövetségesek legyőzték a vadakat, és Geralt saját kezűleg vágta le királyukat. Azonban korai lett volna az öröm. Eredin közvetlenül a halála előtt elmondta, hogy Avalak elárulta a Witchert, és alávaló tervet forral Ciri-vel szemben. Geralt nem tudta bízhat-e ellensége szavaiban, ám a körülmények nem adtak lehetőséget hosszú és gondos megfontolásra. Ted Deireadh, a végső kor. Eredin szavai visszhangoztak Geralt fülében. Lehetséges, hogy Avalak valóban elárulta őket? Lehet, hogy Ciri még mindig veszélybe van? Még ha a vadfalkának egyszer s mindenkor a vége is? Percnyi időt sem fecsérelve, mit se törődve sebeikkel, vagy kimerültségükkel, Geralt és Yennefer belevetette magát az Undvikon túló csata utáni káoszba. A hajó mindjárt szétesik, vissza kell vonulnunk. Mögöttünk halnak az emberek. Jaj, ez egy kis tűz. Yennefer is fut tovább, mint hogyha mi se történt volna. Megkezdődött a szférák együttállása. Na! És merre kell menni? De most én mondjam meg, hogy merre kell menni?
Mennyi már ilyen? Én nem tudom, merre kell menni. Föl a toronyhoz, gondolom. Sietünk el Geralt, a világok közötti kapuk kitárultak. Egyre erősödnek a rezgések. Amíg Yennefer mellett vagyunk, addig nem bánt a fehér fagy. Kövess Yennet, de nem megy előtted, ja? Szia, Dobika. Minden szuper. Yennefer, egyedül is megoldod, vagy most kellek? Szétszedtem. Epikus amúgy a muzsika. Ugye ott voltunk. Kilútoltuk azt a helyet is egyébként. Fenébe, avalak mágikus falal vette körül a tornyot. Tudod szedni? Szétszedni nem? A legtöbb, hogy hasadékot ütök bele, de csak egy pillanatra. Át tudunk jutni mindketten? Nem. Egyedül kell menned. Visszajövök és hozom Ciri-t is. És most leestek rólunk a izék. Most nem tudok meríteni. Jó, visszatöltött. Megváltoztattam a felhasználó nevemet, én voltam Domika, nem tudom, hogy miért. Mármint, hogy mit nem tudsz, hogy miért változtattad meg, vagy hogy miért voltál Domika eddig? Menteni lehet? Azt lehet, jól van. Kettő? Aha. Geralt. Geralt. Milyen kár? Reméltem, hogy ezt nem kell végignézned. Hol van Ciri? Nem messze. Hallgass, fogd be. Épp eleget hallgattam a szarságaid. Elő a fegyverrel, rendezzük el egyszer s mindenkorra. Ennek nem dőlök be. Egyszer már bíztam benned, más csoportra nem követem el ugyanazt a hibát. Nem vagyok az ellensége, csak segíteni akarok Cirinek. Nem hiszek neked, nem tehetem minden azok után, ami történt. Nem hiszel? Ha valaki igazat beszél, én kértem meg, hogy segítsen kinyitni a tornyot, mert be akarok menni.
Nem akartam volna figyelmeztetni. Didn't think it worthwhile to tell me, warn me of your plans. I'm sorry. Elnézést. Tudom, hogy az kellett volna, de attól féltem, nem értenéd meg. Feels like egészen olyan, mint a Yennefer-rel beszélgetnék. Gyere velem, kérlek. I will go. Úgy is lesz, Geralt, amint eljövök a toronyból. Ha előjövök belőle egyáltalán. Mi a felének csinálnál ilyesmit? A Fatwalkert legyőztük. A fehér fagyot még nem. A jövendőlés igaz. Láttam a jégbe dermedt világokat. Tudom, mi vár rátok. A fehér fagyja csak is az ősi vér állíthatja meg. Csak is én. Nem érdekel, menjünk, nem kell meghoznod ezt az áldozatot, nem jön semmiféle végítélet. Aval a ostobaságokkal tömtet el a fejed. Amilyen döntést hoznék itt, az nincs itt. De talán ezek közül azt tudom mondani, hogy nem jön semmiféle végítélet. Lean's prophecy is drivel. Nem vár ránk pusztulás. You have seen the future. Látod a jövőt, nem emlékszel? Az entrópia nem állítható meg. A világok megfagynak. Egyik a másik után. Minden életet elpusztítva. Avalaknak igaza van. Ha semmit se teszek, minden ember tünde. És más nép halálra van ítélve. Kell, hogy legyen más út. Mit tudhatsz a világ megmentéséről? Csak egy Witcher vagy? Szegény Geralt. Ez az én történetem, nem a tiéd. Hagyd, hogy a végére érjek. Sok szerencsét. Meg lehet szólnom kellett volna. Látom, hogy megértetted volna. Jobban ismerlek, mint hinnéd. Don't keep me waiting. Ne várass sokám. Te csak egy Witcher vagy. Milyen paraszt volt? Ha szeretnétek tudni, hogy hol tartunk a játékban, fel kell álltoljál Witcher 3 lista, és ott meg tudjátok nézni, nem véletlenül vannak kitűzve azok az üzenetek, amik ki vannak tűzve. Vannak a döntések, amik pozitívan határozták meg Ciri történetét, amiben segítettünk. Ja, persze, benne lehet, hogy ironikusan mondtam, mint ahogy szokták mondani Geraltnak. Minden döntésünk pozitív, ami csak lehetett. Most szuper, de itt még nem lesz vége.
vérgyümölcsös kert néhány nappal később. Pár hónap? Igen, lehet. Talán hinnék neked, ha mutatnál egy monogramos pantalót? Valószínűleg inkább azt mondaná, loptam. Dimwits. Jajjaj. Were you supposed to be somewhere? I was. Fine. Na jó. Hol találkoztok? A vadászlak közelében. I was a family man. A man of peace. Good nature, like himself. Would have never crossed his mind to disown me if it wasn't for that hag I call my sister. What's the name again? Count Julian Alfonso de what? Viscount Julian Albrecht. Prats de Lettenhove. Ezt az endinget én is csináltam még. Látni láttam az összeset, de mondjuk a bad endingre már nem is emlékszem. Gotten cold. Hey! Bloody hell! Ow! Lowing ear pits! Help me! Hű barát! Dobd be az elcsatangolt lovat. Na azt mondja, hogy nem sokkal eljen Neferrel való találkozás után Geralt visszatért fehér gyümölcsös kertben. Legutóbbi látogatásakor Griffre vadászott, most egy elcsatangolt lovat kellett befognia. A ló megállt, megvár minket. Ez a... az ending úgy oltató amúgy fel, hogy... hogy elmész a császárhoz. Még a kopasz hegy előtt. To think the nag would know me after all these years. They're smart. Okosak és ragaszkodók, kicsit mint az emberek. Láttam a katonát, aki megsiratta az elesett lovát. De a visító asszony nép meg a sírókölkök hidegen hagyták. Sokkal voltál oda? Nem egész egy évet, de sokkal többnek tűnik, annyit mondhatok. Erőszakkal soroztak be? Nem, harcolni akartam. Azt hiszem, többet hozok haza a néhány sebesülésnél. De legalább világot láttam, bazinat csatákat, meg néhány híres generális messziről, és egy rakás kurafit. Nem látom, hogy a császár elfoglalja Novigradot, de nem bánom. De vajon mi vár otthon? Melyik oldalon álltál? Mint legtöbben, a magamért. Küzdöttem a túlélésért. A halál mindenütt egyforma. Felzabálnak a férgek, a redán is a salat, épp úgy, mint a császári nap alatt. Nincs abba semmi dicsőség. Na. Szóval ugye most az van, hogy a ló a gazdájához futott hossza. Futott vissza egy temeri katonához, aki a jogos tulajdonosa az állatnak, ő a gazdi, és pont most tért vissza a csatából. A első végigjátszására sem kellett lista, mindent megcsináltam, amit lehetett, így sok dolog sikerült. Nekem azért kellett a lista, hogy mindent, de tényleg mindent meg tudják csinálni, illetve hogy megmutassam nektek az ilyen érdekességeket is. Látom a jó-jó, a ló jó kezekben van. Glad to see the horse is in good hands. The best. A legjobb, a birtokosáé. Hiányzom mi? Pengő. Pengő! Megbokrosodott, ahogy megérzett téged. Félrelökött az útból mindenkit. És hallottál valakit utána szólni? Túrhás, hónaj vagy
Ilyesféle. De akad itt valaki, aki igen furán káromkodik. A szomszédom Mirko. Nála hagytam Pengőt, hogy gondozza, amikor elmentem. Meg kell látogatnom, biztos aggódik. Tessék, hálám jeléül, amiért Pengő után szaladtál, hogy lásd, jól van. Na szóval, hű barát. Ez a küldetés csak akkor elérhető, hogyha azt az endinget csináljátok, amit én is. A ló egy háborúból megtért katonáé volt. Mint kiderült, azért szökött meg, hogy visszatérjen szeretett gazdájához. Geralt beszédbe elegyedett a katonával, és megtudott egyet-mást a háború végjátékáról. És ha valami véget ér, valami elkezdődik, küldetés következik. Az utolsó. Ez az utolsó küldim. A történetem Temeriában, Vizima környékén vette kezdetét, amikor Geralt Yennefer-rel, Ciri-vel és a vadakkal álmodott. Ugyancsak Temeriában ér véget, ahol épp dúl a tél és hótakaró lepi a földet. A Witcher és pártfogoltja pedig elindul nyúra vadászni. Vadászaton, Witcher uram. Azt hittük, már legutóbb elpucoltad a bestiákat a környékről. Ez alkalommal nyúl vadászat. Vagy úgy. Hát átjönnél mi hozzánk vecsernyére? Verka pitét süt? Nem is tudom. Ahogy óhajtod, bármikor szívesen látunk. Hogy a paraszt? Itt azt mutatja, hogy vannak küldik, de hát nem lehet felvenni semmit. Elment. Dühös volt, hogy várnia kellett. Nem, akart egyet járni a mezőn. Elkészítette a szagálcát és belolajazta a farkas csapdákat. Egymaga. Jó vadász lenne, nem? Há, túl türelmetlen fajta. Szerintem megfogná a nyulat puszta kézzel, azt betenni a csapdába, mert maguktól túl lassan sétálnak bele. Hová ment? Nem messze, arrafele. Viszlát. Szevasztok, szevasztok, srácok. Üdv mindenkinek. Not up to hunting rabbits. Nem akarsz menni nyúra vadászni? Not really. Nem igazán. What now? Akkor mi lesz? Nothing. Just sitting. Semmi, csak ülök és várok rád. Szép itt. It's nice here. Wait till you see Dol Blathana in winter and the Blue Mountains. We'll head east soon. Marosan keletnek indulunk, ahogy a hó elolvad. Azt hiszem, kicsit túl sokáig voltunk egy helyen. Megígérted, hogy megmutatod nekem a Grieffészket. Mielőtt elmegyünk. Tényleg érdekel? You actually interested? Absolutely. You said it yourself. Nagyon is, te magad mondtad, aki egy királyi griff látványa. Ma gyakorolnunk kellett volna. Aha. Tomorrow at sunup. Holnap napkeltekor. Work you hard like in the old days. Mint én tettem a régi szép időkben. Biztos van már annak egy ideje. Na, lemaradtam. Már majdnem ott vagyunk.
Gyere! Gyere, Siri! Careful now. Óvatosan. De most oktass ki. Siri, wait. Siri, várj. Van valami. We really don't need to play hare and hounds. Siri. Egy villásfarkó. Mi van? Ha csak egy hajszállal gyorsabb lett volna. Csak ennyi hiányzat, hogy feltépjen a vállad. De nem volt, és nem tettem. Megöltük, akkor most mi van? Mérges vagy, és ki akartad adni a dühöt? De ha óvatlan vagy legközelebb. Hát nem érted, nem lesz legközelebb. Siri, miről beszélsz? Bocsánat, csak ez most nem a legjobb alkalom. Wanna head back? Vissza akarsz menni? All right, enough. Let's go fishing. Táncos. We'll bring Dandelion a nice fat perch, and he just might forget about the rabbit stew. Shame he didn't come along. Figyelj, hogy nem jött el velünk. He could use a bit of exertion. De hát nem is arra megyünk, Siri, mit csinálsz? Na jó, hát akkor én megyek utána. Ice shouldn't be too thick. Talán nem annyira vastag a jég. How exactly do you plan to catch anything? Hogy is akarsz bármit fogni? You'll see. Majd meglátod. I'll be damned. A francba. Should we go? Menjünk. No, no nem, way. Semmiképp. Lake's gotta be full. A tó biztos tele van sügérrel, dévérke, szengel vagy pontja. Fish pont. Like ahhoz that? Mit szólnál? I wouldn't mind some, én nem bánnám, de ki akarjuk várni, amíg elmegy? No, nem, we'll elijesztjük. How? Hogyan? I'll improvise. Itt állok valamit. Wait, várj there. Itt. Dobj egy bombát, hogy elijeszd a medvét. Na hát, úgy néz ki, hogy akkor használni kell egy ilyet is. Oké. Okay. Most először használunk ilyet, mit szóltak. Mivel kell eldobni? Ja, igen, úgy, mint a fákját elővenni. Régi Witcher trükk, a kemény telektál. Nem igazán kifoló, finomult, de hatékony. Emlékezz erre, sose próbáld ki. Akkor miért mutatod meg nekem? Csak a biztonság kedvéért. Sose lehet tudni, mi történik veled az úton. Mi mentheti meg az életed. Döglött hal, még egy, és még egy. All right, let's go. Jól van, menjünk. Ezt ki tanította neked? Vezemir. Nagyon régen. Mennyire régen? Nagyon. Amikor még azt akartam, hogy nevem Geralt, Roger, Eric. What?
Mi? Ha-ha-ha. Tell you about it. Este elmesélem. És amikor eltörted a lábad, miután fogadtál, hogy leul a Skermorant tetejéről, és pont a lovadra érkezel? Ezt egyáltalán honnan tudod? Ezt kell mesélted, de én tőled szeretném hallani. Biztos vagyok benne, hogy van rá észszerű magyarázatod. Sose játszottál velem lovacskásat Kermorenben, nem emlékszel? Csak Vezemír volt hajlandó rá. Most el kellett várnod, hogy erre emlékeztess? Kicsit nehezebb lettél Kermoren óta. Siri. We should get back. Vissza kellene mennünk. Legelsőnek könnyeztem, hát ez egy olyan rész. Emlékszel, amikor még az ingán tanítottál? Mennyire féltem, hogy sose sikerült, de mégis megtiltottad, hogy feladjam? Gyakorlatilag egyfolytában kék-zöld voltam, az az inga kész rémálom volt. Hogy is felejthetném el? Azok a hónapok Kermoremben olyan gyorsan elröppentek. Bárcsak több időt töltöttünk volna együtt akkor. Majdnem elfelejtettem, hogy ma van. Értem, jöttek Geralt. Nilfgaardba megyek. Emirhez. Tudom, hogy nem erre számítottál, de Vizimával beszéltem az apámmal sokáig. Igazából vitatkoztunk, majd elváltunk. Aztán jött egy futár és levelet hozott. Először nem mondtam semmit, mert nem voltam biztos a dologban. Aztán... Rádöbbentem, hogy nem menekülhetek örökké. Rájöttem, hogy ha bármi is meg akarok változtatni, azt nem a szörnyek levadászásával fogom. És tehát a mögötti falvakban. Onnan kell megtennem Nilfgaardból. Egymagad döntöttél így? Arra gondolsz, hogy Yennefernek van-e valami köze ehhez, akkor a válaszom nem. Remek. Ugye egyáltalán? Nem, és nem is szeretném, ha ez alkalommal belekeveredne. Akkor hagyom, hogy te mondd el nekem. Mondhattad volna. Akartam, de nem tudtam hogyan. Itt boldog voltam. Attól féltem, elrontom. Azt akartam, hogy minden perc számítson. Szóval akkor ott a fészekben erről volt szó. Nem akartam firtatni, nem akartam erőltetni, hogy elmond. Azt hittem, van még időnk. Sokkal több időnk. Ezt akarod? Igen. Nem próbálsz megállítani, kényszeríteni, hogy elmenjünk a kék hegyekhez? Átutaztam a félvilágot, hogy megtaláljak, de sose akarnék bármit rád kényszeríteni. Tudom. You'll be fine. Te veleszel. Witcher vagy. Nem kell búcsúzkodnunk. Persze, hogy nem.
course we don't. I don't know when we'll see. Nem tudom, mikor látjuk újra egymást. You know where to find me. Tudod, hogy hol találsz meg. You can't possibly stay. Nem lehetsz állandóan Kermoremben. Makes no mindegy, difference. Akkor is megtalálsz. True. Igaz. Remember what I emlékezz, mire tanítottalak. Sose tudj. Itt is hasznos. Itt is hasznos lát. Ott van Morvran Voris, a tábornok. A veszőfutás vége. The third northern war ended. Háromadik északi háború végén a déli hódító teljes diadalmat aratott. Radovid taktikai zseniének hiányában az északi királyságok képtelennek bizonyultak szembeszállni Emir megszámlálhatatlan légiójával. Novigrad és Redania felett fekete zászlókat lengetett a szél. Emir van Emrys belefáradt a temeri gerillák rajtaütésébe és eltengette országukat. Visszaállította a birodalom vazallusaként. A lázadók letették a fegyvert és a császár más harcterekre vezérelte erőit. Ez az egyik ending. Így aztán Nilfgaard teljes győzelme révén kapták vissza a temeriek az országukat, miközben a történelem ismét bebizonyította, hogy nincs nála nagyobb szélhámos. Ugye a Nilfgaardi győzelem. Miután elbánt Radovid Emir van Emrys Radoviddal, belső ellenségeivel is ezt a császáról szűkémek megneveztek mindenkit, aki összeesküvéseket szőtt ellenet. Habár lázadások sose volt több komolyos terveknél, a császár nem ismert kegyelmet, szokásához hívva. Mielőtt a kontinens elborított a háború, Skellige virágzott, Ceres felvilágosult uralma alatt. Második ending. Elődeivel ellentétben az ifjú királynő nem fosztogatott külhódi partokat, hanem inkább saját népét tartott a szem előtt, és saját országára volt gondja. Szigetlapú nemzet felvirágzott, ám ezzel együtt eltompult valamit. Ciri visszatér Nilfgaardba. Emir felkészül arra, hogy őt nevezze meg utódjának. Az apját, ha megörökölte a császárnőhöz méltó politikai érzéket. Geráltól elsajátította az egyszerű, emberi tisztség érzését. Tisztesség. Ezek a tulajdonságok ritkán jelentkeznek együtt az uralkodóknál. Ó, igen, harmadik ending. Geralt Yennefer-rel visszavonul. They breakfasted well afternoon, more often than not in bed, and passed the days on lazy strolls and long conversations. Azt mondjátok, unalmas? Meg lehet, de egyikünknek sem volt ennél nagyobb vágya. És hát ugye a többi endinget azt láthattátok. Meg itt most mutatják is. Úgyhogy sikerült. Hú, srácok, sikerült.
több mint 160 óra után, de sikerült végigjátszani az The Witcher 3-at. Ennyi content van a játékban. Hát nem nagyszerű. És erre még rájönnek a DLC-k is. Ha tehetitek, akkor amikor akciós a játék 10-15 euróért, hát mondhatni végtelen minőségi kontentet kaptok. Mondom, és még nem csináltuk a Heart of Stone-t sem, meg nem csináltuk a Blood and White-t sem. 10 euróért egy laza 1-2 hónapnyi játszik. Hát attól függ ki, milyen ütembe halad. De mondom, nekem ez a 100%-olás 160 óra volt. 160-170. Ja, ezután a DLC-k jönnek. Ezután bizony a DLC-k jönnek, skacok. Az is 100%-olva lesz. Azt is ugyanúgy meg tudjátok nézni majd a Witcher 3 listában. Három dolog maradt ki. A Sárát elüldöztük, ha nem üldözzük el, akkor ad még egy questet, de szerintem amúgy így is nagyon jó volt, mert a legutóbbi végigjátszásban Sárát nem üldöztük el, tehát meg tudjátok nézni az előző végigjátszásnál. Köszi ezt a sok órát, amit belefektettél. Örülök, hogy belevágtál ilyen intenzitással. Yeah! Nem csináltuk meg jól a Skellige egyik küldit, amikor az öreg emberrel kell beszélgetni valami falucskába, illetve van egy harmadik hiányosság is. A Witcher 2-es küldetést Létóval, azt úgy nem tudtuk megcsinálni, mert nem importáltuk a mentést, meg nem szimuláltuk a mentést. Szóval ezek a dolgok maradtak ki. De amúgy tényleg próbáltam arra figyelni, hogy a lehető legtöbb mindent megmutassam nektek a játékból. Ez az a végigjátszás volt, ahol már nem kell többé hozzányúlnom a játékhoz, mert minden megvan. Tudom, achievementek nem, és a végső nehézség sem, viszont történetben így kaptátok szerintem a legtöbbet. Ezzel az endinggel is például. Ezzel a fő endinggel. Szerintem így volt a legjobb. Ahogy egyébként Into the Kill is mondja, szerintem a három ending közül ez az, ami ilyen történetű. Mert az, hogy Ciri Witcher marad, jó-jó, meg aranyos, hogy Geraltékkal együtt vadásszák a szörnyeket, vagy éppen külön, de ez az, ami így nekivaló. Ez ilyen, hát próbáltam ilyen lore-hű végigjátszást nyomni, hogy Geralt Yennefer-rel van, hogy Ceris lesz a királynő, Emir nyer, és hát Ciri pedig a császárnő lesz. Amúgy arra én is kíváncsi vagyok, hogy amikor bement a toronyba, ott mi történt? Mi volt az a torony? Legyőzte a véget vetett a fehér fagynak? Vagy mi történt? Illetve most akkor Cirinek lesz gyereke Emirtől? A saját apjától? Melyik DLC-t akarod előbb? Hát amelyik előbb volt, tehát hogy szerintem nem kérdés. Nagyon szépen köszönöm amúgy Party Pia bugizós 500-as sírt. Köszi szépen. Nem figyeltem amúgy a magyar neveket. Lehet, hogy vannak. Könnyen lehet. Hiszen a CD Projekt Redesek lengyelek.
Ja, nagyon jók a soundtrackek. Szeretem amúgy a Witcher zenéket. Jaj. Igen, igen. Hát annak véget vetett elvileg, legalábbis amikor Witcher marad, van egy beszélgetés Emir és Geralt között, és ott említik, hogy annak vége, aha. Ja. Ja, ja, ja. Igen, amikor Ciri Witcher marad, akkor egy kardot kap Geralttól. El kell menni lecraftoltatni a kardot, és akkor el kell vinni hozzá ugyanúgy a fogadóba. Így van, először Heart of Stone, aztán pedig a Blood and Wine. Szépen sorban. Így haladunk. Így haladunk szépen. Szépen sorban. De tényleg, hogy megnézhetitek, hogy mik maradtak amúgy ki, milyen küldetések maradtak ki. Az is kimaradt például, amikor Yennefernek meg Trissnek egyaránt udvarol Geraltet, azt ugye nyilván nem tudtam így megcsinálni. Meg kimaradt még egy Message from an Old Friend nevezetű küldi, amikor valakivel lehet beszélgetni Skellige-n, azt hiszem. Ja. Meg is nézem, megyek panaszkodni, hogy nem szállsz ezek. Nem is írtam bele ezért semmikor sem a címbe, hogy ez egy 100%-os végigjátszás. Nyilván azt mondtam, hogy azt szeretnék, arra törekszem, de hát ez nem jött össze. De amennyi minden csak lehetett, azt próbáltam megcsinálni. Szóval akkor jól értettem, hogy Ciri most a császárnő lesz, és az apjától lesz gyereke? Ez így fog történni? Azt is akartam amúgy nektek mondani, hogy ezt követően Witcher egyezni fogunk majd. Magyar szinkronos Witcher egyezni. De hogyha a Witcher 1 remake hamarabb jön, akkor Witcher 1 remake-et fogunk tolni. És a Witcher 2 sem fog kimaradni. De ott nem ígérek nektek 100%-os végigjátszást, mert hát nyilván ezt csak így második alkalommal tudom megtenni jól. Hiszen itt már tudtam így tervezni. Elvileg elveszi feleségül? Ó. Oh. Elvileg a játék legvégén még megjelenhetne Ciri, de te nem úgy játszod, szóval nem derül ki konkrétan. Aha. Mármint arra gondolsz, hogy a Blood and Wine végén? Ja, aha. Ja. Ja, az rémlik, mert rémlik, hogy megjelent Ciri. Megjelent Ciri a Blood and Wine leges legvégén. Hát... Most így olvasom, hogy itt is ez a stáblista is magyarul van. Magyar a stáblista. És hát nagyon klassz, hogy ezt a játékot úgy szállították le nekünk, hogy már alapból volt benne magyar nyelv. Azért láttátok, jó pár hiba volt a magyar feliratban. Tényleg nem tudom, hogy hol lehet amúgy ezeket jelenteni. Nem hiszem, hogy már amúgy javítanák, vagy korrigálnák.
de hát nyilván volt hiba fordít, mi az a magyar feliratba. Nem volt tökéletes, volt ahol egy félkönyv hiányzott. Amúgy nem tudom, azt nem tudom, hogy meg tudom-e majd nézni nektek, hogy így a játék könyveiből mennyit olvastunk el, vagy például mennyit nem olvastunk el, mert azért a könyvek is nagyon sokat hozzátettek az élményhez. Külön köszönet az EA Origin-nek. Ott van Tamás, meg András, hoppácska, ügyvezető, igazgató, marketing manager. Ott voltak a Cenegánál. Megumi Yamada. Háj, nézzük, hány küldetés van amúgy még összesen így a játékban. Blood and Wine, 54. Aha. Tehát ilyen 80 küldetés van a Blood and Wine-ba. Heart of Stone-ba pedig 16 plusz 10. A Heart of Stone meg 26 küldetés. Oda néz Karolina emlékére. Rivia Igera története véget ért. Folytathatod utazásaidat a világban, megbízásokat és kalandokat keresve, de minden olyan lesz, mint a játék utolsó fejezete előtt, és a fő történethez tartozó küldetések már nem lesznek elérhetők. Szevasz, Coolers! Feloldottad az új játék plusz indításának lehetőségét. Ehhez hoz létre egy új mentést, indítsd új játékot, majd válasz ki az új játék plusz opciót és a megtett állást, amelyből a karakteredet beszeretnéd tölteni. Csak olyan mentések használhatóak, amelyek az új játék plusz opció feloldása után készültek. Nyomunk egy F-ot. Az utolsó küldetésünk pedig a valami kezdődik, valami véget ér. Vagy mi? Nem megyünk New Game Plus-ba. Nem. Ugye a kezdetek korán a Next Gen Update megjelenésekor elgondolkodtam, hogy az előző végigjátszásos Geraltot visszük New Game Plus-ba, de inkább úgy voltam vele, hogy ez a tuti. Ez egy clean, tiszta, szép tiszta a kezdet. A végigjátszásra. Nyunat ugyan nem leltek ám egy villásfarkú azért ki lehelte a lelkét. Mégsem ez számított a nap legfontosabb eseményének.
Ciri sétára hívta Geráltot, és mint kiderült, a férfi hosszú élete során nem volt még ennyire jelentő. A férfi hosszú élete során nem volt még egy ennyire jelentős időtöltés. Ciri arról tájékoztatta, hogy elfogadja a császár ajánlatát és ellovagol Nilfgaardba. Ott aztán megteszik trónörökösnek, ő lesz a következő, akiből egy nap a világ leghatalmasabb országának császárnője lehet. Már várta is a nilfgaardi küldöttséget, hogy elkísérjék a tornyok városába. S hogy mi történt aztán? Mit tartogatott még a sors Geráltnak és Cirinek? Ez, kedves olvasom, már egy egészen másik történet. De kimegyünk, azt megnézzük a fegyvereket, amiket kaptunk. Mit szóltak? Itt van ez a Fortnite-os pálya. Na, azt mondja, hogy... Mivel eléggé fel van háborodva Ciri, mikor először hallott a császár ajánlatát, gondolom a morbid ajánlat volt az, amit végül el is fogadott. Aha. Gyötrő lelkiismeret. Hát valahogy azt hittem, hogy ez menőbb lesz. Az ikonja alapján menőbbnek tűnt. Az egyszerű vicsár ezüstkardnak tűnik. Sérreved rózsája. Ezek ilyen különleges kardok. Egyes döntéseink meghozataláért kaptuk. Amúgy ez jól néz ki. Az tényleg ott egy rózsa a végén. Ez klassz. Klassz ez az ezüstkard. Havkaren. Ez pedig az a kard, amit... Erendir megölésért kaptunk. Az igen, milyen kis izék van, pöttyök vannak ott a végén, a keresztvastak, meg ez ilyen türkiz szídű, nem? Ja. Ez is olyan egyszerű. Jó, van itt nekünk torlón, ami biztos nagyon jó. Téli penge, ez ugye az Enkrét klánnak a pengéje. Ez a családi penge konkrétan. De hát nekünk adták, mert segítettünk. Ez egy acélpallos. Amúgy jól néz ki. Jól néz ki ez is. Aztán itt van az Ardanya. Aha. Persze. Hát ez ilyen hullámos penge, semmi extra. Hullámos penge. Aztán van itt nekünk egy télpenge, ha már volt téli pengénk. Ez a télpenge maga. Wow! És ez egy acélkard amúgy. Nem néz ki rosszul. Tényleg lesz az Elder Scrolls-ból franchise végigjátszás? Hát olyat nem ígérek. De egy Oblivion szívemhez mindig is közel állt, meg kedves volt. Azt nagyon szerettem játszani, nem sokáig értem be, mert nem sokat értem el benne, de egy Oblivion meg egy Skyrim, azt mindenféleképpen szeretnék majd. Az elfeledett verenkard az nem különös, a Gvestok sem, de a táncos sem. Azt hittem a táncos legalább különleges. Ezt még megkapjátok. Geráltban 146 óra 34 perc volt, de a végigjátszás az 150-160, hát nem tudom, inkább olyan 160 óra körül volt. A végigjátszás 160 óra körül volt. És megvan minden. Hol az a 14 óra?
Hát abban például benne van az, hogy ugye itt vagyok a menübe, és itt olvasgatom a dolgokat. Benne van az is, hogy visszatöltöm a mentéseket, hogy megnézzünk egy másik döntést. Úgyhogy ezek azok, amik elvitték azt az időt. Nem tudom még, hogy pontosan mikor állítja le az órát. Ez itt a teljes griffset, amit rajtam láthattok, tehát hogy fullosak vagyunk. Ez egy szuper kaland volt, srácok. Köszönöm, hogy velem tartottatok. A Heart of Stone-nal és a Blood and Wine-nal, hogyha végzünk, az lesz majd nagyon fájó.